Bemutatóra készülnek a Hevesi Sándor Színházban. Két évvel ezelőtt tűzték műsorra Kőszívű ember fiai című darabot, ám a premiért akkor a pandémia meghiúsította. A romantikus színművet most ismét elővették, és ennek már az utolsó próbáit tartják. A színpadon kibontakozó események a Baradlay család históriája, az 1848-49-es szabadságharc történései mindig aktuálisak. A nemzeti ünnep közelette azonban plusz jelentőséget is súlyt ad ennek a produkciónak. Azok a talán elcsépelt, de számomra soha nem elcsépelt mondatok, hogy hazaszeretet, bátorság, hűség, szerelem, testvériség, anya, gyerek szeretete, amíg ugye benne vannak magában a regényben is, ezek mindig aktuálisak lesznek. Az meg azt gondolom, hogy párját ritkítja meg, azt gondolom, hogy nem is nagyon találkoztunk még ilyennel, most én nem a pályám során, hogy van egy kész mű, ami két évig vár arra, hogy bemutatásra kerüljön. Izgalmas lesz mindenképpen, mert tulajdonképpen újra kellett az egészet csinálni. Egyrészt az alapszereplőknek is, másrészt pedig nagyon sokan már hiányoznak. Vagy azért elszerződtek, vagy egészségügyi okok miatt, és sok beugró van. Ezt a darabot Böhm György társszerzőként és rendezőként jegyzi. A társulattal korábban többször dolgozott, így most is meghatározott koncepcióval érkezett a megyeszékhelyre. Jókai fantasztikus regénye a szabadságharcnak állít emléket. A regényből Korcsmáros Györggyel közösen írtunk egy színdarabot, amihez Tolcsvai László és Tolcsvai Béla szerzett zenét. Az előadással az a célom, hogy fölmutassam ezt a hihetetlen történetet, és hogy hát, ha kedve lesz valakinek utána még elolvasni is, vagy megnézni a filmet, amely ebből készült. A Jókai Mór művéből készült változatot március 11-től játsszák az Alaegerszegi Teátrumban. Az örökértékeket hordozó alkotás vélhetően sokak érdeklődését felkelti majd ebben az évadban.